mai műsorunk tartalmából. Folyik a szuperkórház előkészítése, földterület átadásáról is döntött a képviselőtestület. Új testvérvárosi szerződés, Ho Chi Minh város első kerületének delegációja járt Újbudán. A 11. kerület elől jár az idősügyben, jó gyakorlatokat mutattak be a B32-ben tartott konferencián. Tanulni jövünk Újbudára. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Balog Zoltán a bölcsődei rendszer fejlesztéséről szóló programsorozat záró konferenciáját, ahol a kerületi családbarát intézkedések közül külön kiemelte a nálunk bevezetett módszertan előnyeit. Az Emberi Erőforrások minisztere ismertette a 2017-ben bevezetett reformokat, amelyeknek a célja, hogy megalapozzák a család és munka alapú társadalom megvalósulását. A változás leglényegesebb eleme, hogy enyhítettek a jogszabályokon, így a hagyományos bölcsödéken kívül, igazodva az igényekhez, mini családi és munkahelyi bölcsödék létrehozására is van lehetősége a településeknek. Ezek finanszírozásához jelentős anyagi forrást biztosít az állam. A miniszter hangsúlyozta, az új intézkedéssel a kormány választási lehetőséget biztosít az édesanyáknak, hogy eldönthessék, otthon maradnak-e a gyerekekkel, vagy inkább munkát vállalnak. Jelenleg 47 ezer férőhely van az ország bölcsödéjében. A felelős szaktárca célja, hogy ez a szám tovább növekedjen, és a jövőben 60 ezer 3 év feletti gyermek járhasson bölcsödébe. Novák Katalin család, ifjúsági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár a konferencián azt mondta, a tervek kivitelezéséhez, a férőhelyek bővítéséhez 4 területen kellett módosításokat végrehajtani. Jogszabályi feltételek, az infrastruktúrának a fejlesztése, a finanszírozásnak a növelése és a bölcsödei dolgozóknak a nagyobb megbecsülése, ezek az új bölcsödei rendszernek az alapjai, és én abban bízom, hogy minden pici gyermeket nevelő dolgozó családban érezni fogják ennek a hatását Magyarországon. Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a költségvetési kérdésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, évente több mint 300 milliárd forintot biztosít az állam a családok kedvezményeire, idén plusz forrásként 800 millió forintot fordítanak mini bölcsödék létrehozására. Hoffmann Tamás Újbuda polgármestere a kerület családbarát intézkedései közül kiemelte a helyi bölcsödei hálózatrendszer szerepét, amely egyben országos módszertani központként is működik. Bölcsödék tekintetében azt nagyon fontos még kiemelni, hogy igazából ebben az országos hálózatban, amely a bölcsödék rendszerét átfogja, egy kiemelt intézmény az Újbudai intézmény, a maga 9 helyszínével egyetemben, és nagyon fontos, hogy egy módszertani központ is, tehát a jövő bölcsöde pedagógusait itt képzik is, ilyen módon elismervén azt a szakmai tevékenységet, amely ma folyik az intézményekben, ez külön büszkesége Újbudának. Az Újbuda környezetének védelméért, illetve az Újbuda kiváló közszolgálatáért elismerő címek átadásával kezdődött a képviselőtestület júniusi ülése. Előbbiben Szabó Mónika Katalin az Albert Falvi óvoda vezető helyettese és Balázs Ottóné Krasznai Orsolya a Szent Imre Városi Egyesület zöld köre alapítója részesült, utóbbit pedig Mozsár Beatrix, valamint Lanc Manzita köztisztviselő vehette át. Újbuda önkormányzata támogatásban részesült az Urbact 3 programhoz benyújtott pályázaton. A 2016. októberében indult projektben a 11. kerület vezető partneri szerepet tölt be, 8 más Európai Uniós város pedig partnerként vesz részt benne. A megvalósítás első szakasza 2017. április 10-én sikeresen lezárult, így a projekt beléphet a második etapba, amely 2019. június 2-áig tart. A projekt eredményeként olyan európai városok hálózata jön létre, amelyek megosztják egymással közös célokon és tapasztalatokon alapuló tudásukat. A testület azt javasolja a fővárosi közgyűlésnek, hogy a Villányi út játszótér, feneketlen tó teniszpályák által határolt területet Placid Atya Parknak nevezze el. További közterületi elnevezésekre is javaslatot tettek, így várhatóan lesz Koszorúslány utca, Zeg Zoltán út, Szedersor utca, Sasadliget Park, valamint Körtevirág utca is Újbudán. Magyarország kormánya egyetért azzal, hogy az Egészséges Budapest program Dél-Budai centruma, azaz az úgynevezett szuperkórház a 11. kerület Dobogó nevű városrészében épüljön fel.
Az intézmény létrehozásának feltétele, hogy a beruházáshoz szükséges ingatlanok egységes tulajdoni helyzete biztosított legyen. Ezért a képviselő testület úgy határozott, hogy egy 358, egy 725, illetve 849 négyzetméteres önkormányzati tulajdonú ingatlant ingyenesen az állam tulajdonába ad. Az idősek számára kedvező lehetőséggel bővült az Erzsébet program. Ezentúl a nagyszülők és az unokák is jelentkezhetnek az Erzsébet programra. Emlékeztetett Novák Katalin az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúsági, illetve nemzetközi ügyekért felelős államtitkára. A szakpolitikus az idősbarát jó gyakorlatok önkormányzati konferencián kiemelte, Magyarország családbarát ország, ami azonban nem merül ki a baba, gyerek, szülő és munkahelybarát lehetőségek biztosításában. Rendkívül fontos, hogy az idős emberek iránti tiszteletet, szeretetet és bölcsességüket a fiatalabb generáció is megtapasztalhassa. Hát alig vannak olyan több generációs családok, ahol egy házban együtt élnek a különböző korosztályok, ezért is kell megteremtenünk ezeket a feltételeket, ezeket a körülményeket. Ennek lehet az egyik eszköze, ez az új programunk, amit az Erzsébet programon belül hirdettünk meg. Ez most egy olyan felhívás, amire június 30-áig lehet jelentkezni. Fogd kézen a nagymamát, vagy a nagypapát, a nagyszülőt, mondjuk ezt az unokáknak, és arra hívjuk a gyerekeket, és tehát az unokákat, az unokák korosztályt, és a nagyszülőket, hogy menjenek el ők együtt, pályázzanak arra, hogy az Erzsébet programon belül valahol együtt üdülhessenek, ehhez kapják meg tőlünk a támogatást. A konferencián Molnár László alpolgármester hangsúlyozta, Újbuda idősbarát politikája már többször részesült állami elismerésben. A program 2008-ban indult, azóta stratégiai céllá vált, amely a mindenkori költségvetésben is erőteljesen megjelenik. A 60 plusz program célja, hogy az idős emberek ne magányosodjanak el, a digitális tudásuk bővüljön, az idősekről való gondolkodás ne merüljön ki a nyugdíj kérdésben. Azt gondolom, hogy ez egy óriási elismerés, hogy a mi programunkat is olyan szintre emelte a minisztérium, hogy a többi önkormányzat számára is ez egy követendő példaként állítja. Az Újbuda önkormányzata által megnyert és vezetett norvég finanszírozási mechanizmus 2009 és 2014 keretében támogatott egészséges és aktív időskor projekt szolgáltatása 2016-ban indult. Idéntől a kerületben elsőként Őrmezőn vehetik igénybe lakásukon és a központban is az időskorúak azt a segítő szolgáltatást, amely az önkormányzat 60 plusz programja keretében szerveződik, és amelynek központja a Kérő utcában van. A norvég alapos pályázatunk pedig arról szólt, hogy minél tovább az időseket a saját otthonukba tudjuk ellátni, úgyhogy önkéntesek, kortársak segítenek neki, és az önkormányzat szervezés katalizálja ezt a feladatot annak érdekében, hogy minden lehetősége biztosítva legyen. Egy önkormányzat támogatási rendszerének kialakításakor fontos az idősek szempontjait is szem előtt tartani. Programokat, klubokat, találkozási pontokat és lehetőségeket szervezni. Újbuda ebben élen jár. A konferenciával kapcsolatban a részletekről a Kulturális Körkép című műsorunkban láthatnak és hallhatnak. Új súlyzókkal, tárcsákkal és egyéb felszerelésekkel gazdagodott a 11. kerületi rendőrkapitányság régi konditerme. Az erőgépeket is felújították. A beruházást az újbudai önkormányzat támogatta, Hoffmann Tamás polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat mindig is gyümölcsöző kapcsolatot ápolt a kerületi rendőrséggel. Évről évre támogatjuk a rendőrség működését, a működésen kívül hozzájárulunk a kollégáknak a jutalmához különböző prémiumokkal egyetemben. Ez annak a nagyobb támogatásnak a része, amelyen keretén belül a kapitányság tesz javaslatot, a kapitány úr maga, hogy milyen fejlesztéseket kéne végrehajtani,
és ez a konditerem megújítás is ennek az égisze alatt történt meg. Hát ez nagyon fontos, itt ugye kapcsolódunk szintén azon a sportszálon keresztül, hogy minél többen, minél többet sportoljanak. Ez a kapitányság dolgozói, akkor itt különlegesen fontos, hogy jó kondival legyenek. Ehhez hozzájárul a kultúrát, körülmények, meg korszerű gépekkel ez a új lehetőség. Michael Géza, a budapesti rendőrfőkapitányság rendőr-dandártábornoka is részt vett az ünnepélyes átadón. A szalag átvágás kapcsán érdeklődésünkre elmondta, a BRFK is jelentős mértékben járult hozzá a konditerem felújításához. A kiindulási alap az egy régi kondicionáló terem volt, ami bizony elavult, már nem nagyon lehetett használni, előkeregettek a gépek. Nagyon jól jött az önkormányzat támogatása, az adott egy lendületet új gépbeszerzésre, a régi gépek felújítására, és ehhez a rendőrség aként járult hozzá, hogy magát az építészeti kialakítást, a padlóburkolatot, a saját kollégáink készítették el, a saját műhelyünk készítette el, és az anyagot is mi biztosítottuk hozzá, tehát valóban egy az önkormányzat és a rendőrség közös eredményes beruházásáról van szó. A rendőröknek munkájuk során gyakran van szükségük, hogy erejüket használva végezzék a feladataikat. Ezen állandó fizikai készenlét megtartásához van szükség az ilyen konditeremre, ahová a rendőrök időről időre lejárhatnak gyakorolni, sportolni, kikapcsolódni. Én azt gondolom, hogy a 21. századi rendőrségnél nagyon-nagyon fontos, hogy kiváló fizikai és lelki állapotban legyenek a kollégák. Én azt gondolom, hogy ez a kondicionált terem mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy Újbuda rendőrsége, Újbuda rendőrei olyan állapotban legyenek, hogy akár egy intézkedésnél, bármilyen rendőri feladatnál kiemelt módon tudjanak eljárni, és azt gondolom, hogy mindenre fel tudjanak készülni. Ez adott értelemszerűen. Egyébként a magyar rendőrség, ezen belül a budapesti rendőrfőkapitányság is mindent megtesz, hogy a kollégáink a lehető legjobb körülményeket biztosítjuk. A rendőröknek időről időre egy erőnléti megmérettetésen kell részt venniük, amelyen felmérik fizikumokat és állóképességüket. Tovább bővült Újbuda partnervárosainak listája. A vietnámi Ho Chi Minh városból érkezett delegáció, hogy a város vezetősége együttműködési megállapodást írjon alá Hoffmann Tamás polgármesterrel. Hosszas előkészítés nyomán született meg ez a mostani együttműködési megállapodás, amelynek az a igazából az érdekessége tulajdonképpen, hogy Magyarországon élő és tanuló vietnámiak, akik ma már komoly kormányzati pozíciókat foglalnak el, készítették elő ezt a megállapodást vietnámi részről. A 11. kerületnek a Ho Chi Minh város első kerülete lett az első vietnámi partnervárosa. Vietnámi-magyar kapcsolatokat kormány szinten készítettek elő, és nagyon intenzív az együttműködés a kormányzatok között. Itt a következő szint, amikor az önkormányzatok szintjén születnek azok a megállapodások, amely kell, hogy egymáshoz közelebb hozzák ezeket a településeket, amelyek ilyen módon együttműködnek. És hát én azt gondolom, hogy egy fejlődő, nagyon dinamikusan fejlődő ázsiai ország fővárosának kerületével együttműködni, az számunkra is nagyon hasznos lehet. Ennek nyilván több vonulata lehet kulturális, oktatáshoz kapcsolódó együttműködéseket, vagy különböző tudományágakban, hiszen mi is nagyon büszkék vagyunk az egyetemeinkre, ezt a tudást átadni, ez egy fontos küldetésünk is igazából, illetve hát a turisztikai szinten lehet még együttműködni ezen kapcsolatrendszeren belül, úgyhogy én azt várom, hogy közelebb hozza a két országot ilyen szempontból is. Ho Chi Minh város népi bizottságának elnöke nagyon fontosnak tartja a partnervárosi kapcsolatok kialakítását. Budapest és Ho Chi Minh város között már 2015-ben született együttműködési megállapodás. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy azóta ezt a kerületek szintjére is tovább tudtuk fejleszteni. Ho Chi Minh város első kerülete és Újbuda sokban hasonlítanak. Mindkét kerület fontos szerepet tölt be a városa életében.
Ho Chi Minh város első kerülete területileg ugyan majdnem a legkisebb, de gazdaságilag nagyon erős. A város GDP-jének az egyharmadát ez a kerület teremti elő. Az együttműködési megállapodás aláírását követően a partnervárosi oszlopot közösen koszorúzták meg. Sikeres tanévet zárt a Bethlen Gábor általános iskola és gimnázium. Az évzárón a legeredményesebb tanulókat könyvvel jutalmazták. Ha a gyerekek szempontjából nézem, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok tanulónk van általános iskolai szinten is, és gimnáziumi szinten is nagyon sokan jelentkeztek, és nagyon jó gyerekek járnak hozzánk, nagyon jó tanulók és lelkesek és versenyeken induló gyerekek. Ha azt nézzük, hogy a kollégáim szempontjából azt hiszem, hogy nagyon jó tantestületünk van. Sokan dolgozunk itt nagyon-nagyon régóta, és ismerjük és szeretjük egymást. A diákok sikerei a pedagógusok munkáján kívül annak is köszönhető, hogy az iskolát folyamatosan felújítják. Évről évre ugye a nyarat arra használja az önkormányzat, hogy bizonyos dolgokat felújítson az iskolában. Ebben az évben is, mármint hogy tavaly nyáron is a nyílászárókoknak a teljes felújítása készült el, és ami még nagy dolog, hogy idén adtuk át, mármint az önkormányzat a könyvtárat, ami a gondnoki lakásból lett átalakítva. A kerületi iskola diákjai évről évre egyre jobban szerepelnek különböző tanulmányi versenyeken. Jó kollégáim vannak, akik ezt fontosnak tartják. Először is az figyelembe véve, hogy felkészítik a gyerekeket ezekre a versenyekre, illetve indítják a gyerekeket ezeken a kerületi, illetve országos vagy egyéb más versenyeken. A diákok a tanév utolsó napját énekkel, szavalással és egy rövid műsorral ünnepelték. Legközelebb szeptember 1-én telnek meg az iskola folyosók. Mostanra minden iskolában lezajlott a tanévzáró ünnepség. A tanévvel kapcsolatban Molnár László alpolgármester stábunknak elmondta, a szeptember és június közötti időszak a szokásoknak megfelelően zajlott le, annak ellenére, hogy az iskolák működését érintő változások zajlottak le. Megnyugtatólag zárult ez a tanév is, és ez valamilyen formában azért büszkeséggel tölti el az önkormányzatot, hogy fenntartóváltás ide, fenntartóváltás oda. Az iskolában ugyanolyan magas színvonalon folyik a pedagógiai munka, ugyanolyan zavartalanul működnek a iskoláknak a üzemeltetése, és én azt gondolom, hogy ez is bizonyítja, hogy a tankerületi központ és a Újbuda önkormányzata között kiváló a kapcsolat és nagyszerű az együttműködés. Én hiszek abba, hogy ez a gyermekeink fejlődésén nem fog semmilyen nyomot hagyni. Ez a fenntartóváltás. Kerekes János iskolaigazgató büszkén jelentette ki, ez a tanév is bővelkedett, tanulmányi versenyeken elért bárdosos diákok kiemelkedő eredményeivel. Hát érdekes tanév volt, mint általában mindegyik. Nagyon sok program volt a tanulás mellett, amit a diákok örömmel fogadtak. Sportnap, bárdosnap, témanapokat tartottunk, különböző érdekes foglalkozásokat. Ezzel színesítettük az iskola életet. Emellett persze a tanulóknak a tanulmány eredményére is oda kellett figyelni. Nagyon sok verseny indultak a tanulóink, nagyon szép eredményeket értek el, országos helyezéseink is voltak idén, úgyhogy nagyon-nagyon jó évet zárunk, azt kell mondani. A Bárdos Lajos két tanítási nyelvű általános iskolában is a szokásoknak megfelelően egy-egy produkcióval két gyermek is elbúcsúzott diáktársaitól a tanévzáró ünnepségen. Ezek után Kerekes János igazgató és Molnár László alpolgármester engedte útjára a nyári szünetre a gyerekeket egy-egy ünnepi beszéddel. Végül a jutalmak kiosztása következett. Hoffmann Tamás polgármester köszöntötte a kerület legkiválóbb diákjait, igazgatóikat, szüleiket. A városvezető hangsúlyozta, a kitüntetett gyerekek nem csak kiváló tanulmányi jegyeikkel tűnnek ki, elismerésre méltó eredményeket érnek el időről időre a sport, a zene, a versenyek és a közösségépítés területén is. Az egyik kitüntetett tanuló a 14 éves Sándor Noémi Diana, a Grosics Sport és Általános Iskola tanulója volt, 8 éven keresztül és kitűnő bizonyítványt kapott. Szabad idejében fuvolázik, és idén tette le az angol középfokú komplex vizsgáját. Szerencsére minden évben és fél évben kitűnő voltam, és ezt elsőtől kezdve szerettem volna tartani, és most nagyon boldog vagyok, hogy idén is sikerült úgy befejezni.
befejeznem az általános iskolát, hogy kitűnő voltam. Noémi azon tanulók egyike, aki átvehette oklevelét és a mellé járó ajándékkönyvet. A megjelent diákok a jövőben Új Buda hírét is öregbíthetik. A legjobb diákokat, a legjobb végzős, vagy az iskola legjobb diákjait láthatjuk most itt a széksorokban, akik általában újbudai 11. kerületi lakosok. Közöttük valószínű, hogy nagyon sokan lehetséges, hogy az egész életüket itt töltik ki, el, itt 11. kerületi polgárok maradnak, és ennek kapcsán itt a kerület életének vagy tevőleges, vagy csak benne élő részesei. Az átadó ünnepségen a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium tanulóinak előadásait is hallani lehetett. Elhangzott József Attila a Dunánál című verse, zenés produkciókban pedig a Beatles és Cseh Tamás dalok csendültek föl. A díjazottak névsora megtalálható a www.újbuda.hu honlapon. Az elmúlt év fáradtságos munkája után a pedagógusok, kisgyermeknevelők számára is elkezdődött a nyári szünet. Az intézmény vezető kivértékelésén Simicsko István honvédelmi miniszter, valamint Hofmann Tamás polgármester mondott köszönetet az igazgatók egész éves tevékenységéért. Döntően itt iskolaigazgatók vannak, ugye lezárult a mostani tanév, vakációról mentek a gyerekek, és szerintem fontos, hogy ilyenkor nyilván nem értékelve az elmúlt tanévet, de az intézményvezetőkkel, az iskolaigazgatókkal összejöjjünk, és áttekintsük azt, hogy mégis mi történt, mire van szükségük, mi az, amiben tudunk segíteni. A közéletben szerepet vállaltak ők is, mi is, a gyermekeink felnevelésében segítenek, gondoskodnak megfelelő kulturált iskolai körülményekről, és én azt hiszem, hogy az fontos, hogy ilyenkor a közösségépítésnek ezen állomásán is megálljunk, és értékeljük mindannyiunk munkáját, és segítsük egymást a jövőben is. Tehát ez a legfontosabb dolog, ezért jöttünk össze, és jövünk össze minden évben az intézményvezetőkkel ilyenkor is, meg hát persze menet közben is egyeztetünk velük. Közösek a céljaink, nyilván ők az oktatásban, a nevelésben veszik ki a részüket, és én mindig elmondom, hogy akik gyermekeket nevelnek, mesterei kell legyenek annak a hivatásnak, amelyet űznek, és hogy egy dolog tovább éljen, azt tudjuk, hogy legalább két ember kell, egy mester és egy tanítvány. Itt viszont mi szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen sok-sok mesterünk van, és kiváló pedagógusaink, kiváló intézményvezetőink vannak, iskolaigazgatóink vannak, és hát nagyon-nagyon sok tehetséges gyermekünk van Újbudán, tehát ezért minden dolog adva van ahhoz, hogy egy jobb jövőt építsünk. Molnár László a polgármester szintén a vezetők áldozatos munkáját méltatta. Hangsúlyozta, a pedagógusok és nevelők rendkívül fontos feladatot látnak el, ők a felelősek a felnövekvő generációk tanításáért. Én azt kell mondanom, hogy az intézményvezetőink, és legyen ez akár iskola, akár óvoda, akár szociális intézmény, évközben óriási energiát fektetnek be az igazgatóink az intézménynek a működtetésébe, a pedagógiai munkában. Azt gondolom, hogy ez teljesen normális, hogy aki rengeteg energiát tesz bele valamiben, az előbb-utóbb kimerül, és szüksége van arra, hogy pihenjen. Én azt gondolom, hogy akik emberekkel foglalkoznak, már pedig alapvetően az intézményvezetők emberekkel foglalkoznak, mondhatom azt, hogy korlátlan mennyiségű energiát kell belerakjanak a munkájukba. Éppen ezért nekik is óriási szükségük van arra, hogy időről időre leüljenek, pihenjenek egy kicsit, feltöltődjenek, hogy a következő időszakot ugyanolyan lelkesedéssel és odaadással tudják végezni. Június 14-én a kortársak esten a Jáváról hazatérő írót, Bartis Attilát várták a Hadik Irodalmi Szalonban. Számára egyik legfontosabb kortársa, barátja, a festőművész Szűcs Attila is vendége volt Juhász Adna rendezvényének. A mai este egy különleges számomra, 2011 nyarán, tehát pontosan 6 éve volt vendégünk Bartis Attila. Akkor a Nyugalom kapcsán a Nyugalom című könyvéről beszélgettünk, és az ő életéről, arról, hogy hol van otthon, Marosvásárhelyen, Szárhegyen, vagy éppen Budapesten a Vas utcában. És a fotográfiáról, mert Bartis Attila amellett, hogy író, amellett nagyon jeles díjjal és kitüntetett fotográfus. Azóta eltelt 6 év, és Attila kétszer egy évet töltött Jáván, ami neki ihletet is adott, bármennyire is messze van ez a hely.
Úgyhogy ez adta most az apropót, hogy a napokba tért haza Jáváról, ahol én már tudom, hogy mivel foglalkozott és mivel töltötte ezt az egy évet, de a közönség még nem tudja. Úgyhogy arról fogunk vele beszélgetni, hogy hogy telt ez az egy év, mennyire más neki egy teljesen idegen kultúrkörben dolgozni, ami ugye ebből az európai kultúrától teljesen távoli, és elhívtuk hozzá az egyik legkedvesebb barátját, Szűcs Attila festőművész, akivel igazából azt is mondhatnám, hogy talán ez egy alkotói közösség is, mert a közeli barátokra jellemző az, hogy valamiképpen egymás munkájára hatással vannak. És ha csak egy teljesen egyszerű példát mondok, a Jáván befejezett vagy írt Bartés Attila legutóbbi kötete, aminek az a cím, hogy a vége, annak a borítóján Szűcs Attila festménye látható, egy részlet, egy fekete kutyát ábrázoló festményből, ami természetesen nem véletlen. Már a Bartis Attilától 14 éve várt új regény a vége 2015-ös megjelenésekor tudni lehetett. A szerző maga utalt rá, hogy műveírása közben fotózott is, amiből kiállítás készül. Az pedig, hogy próza és fotó, szöveg és kép között összefüggés, együttállás lehetséges, nyilvánvaló lehetett abból is, hogy regénye főhőse Szabad András fotós, és a szöveg úgy szóván képekből és képleírásokból bomlik ki.